15 évvel ezelőtt egy maroknyi lelkes általános iskolás játékossal alapították meg az újvárosi DKS-ét, amely a későbbi klub elődjének számít. A BNKK azóta több nagy sikert is elért, a felnőtt csapat megjárta az A csoportot, míg az utánpótlás gárdák több országos bajnoki címet is szereztek. Az alapító Nagy Pál Gábor ma is klubelnöki pozícióban tevékenykedik, most pedig ünnepelni hívja az egykori játékosokat, edzőket, sportvezetőket. Pénteken délután 18 órától a kosarasok otthonának is számító Dr. Posta Sándor sportcsarnokban találkoznak majd mindazok, akik igent mondtak a hívó szóra. Ide várjuk mindazokat a volt és jelenlegi játékosokat, szülőket, támogatókat, akik ugye részesei voltak ennek a 15 évnek. Szeretnénk egy jó hangulatú, vidám találkozást szervezni a régi és a jelenlegi kosarasoknak, szülőknek, támogatóknak. A szervezők mintegy 150 vendéggel számolnak, akik közül többen jelentős távolságot is utaznak majd azért, hogy ott lehessenek pénteken este az ünnepségen. Tehát egy örömködést szeretnénk, hogy ott mindenki jól érezze magát, felelevenítsék a régi emlékeket, szerintem lesznek ott olyan játékosok, akik már hosszú-hosszú évek óta nem találkoztak. Ez egy jó alkalom lesz arra, hogy újra összejöjjenek. Arról is tudok, hogy külföldről is jönnek vissza a játékosok pont ebből az alkalomból, és szeretnének találkozni a régi kosarastársakkal. Remélem, hogy egy jó buli lesz. A tervek szerint előbb Nagy Pál Gábor köszönti a megjelenteket, majd kötetlen beszélgetésbe és remélhetőleg nagy mulatozásba csap át az este további része.